Na, szevasztok! Megmutatom most a téli papucsokat. Tehát kereket, abroncsot, intelligens szeleppel, négy ilyen, eredeti Suzuki Yokohama, téli gumi. Ezek tehát 175 per 65 R15. Ezek R15-ösek. Ugye a másik, azok 16-os kerék a nyári szetten, az alufelni. Na most, nézzétek meg, hogy micsoda jó kialakítása van. Jó, kapaszkodik a hóba, persze a jégen ez se fog. Tehát ezek ilyenek. Na most még, amit meg akartam mutatni, ugye az a pótkerék, ugye ezt a négy kerek, amit mondtam, télit 200-ért pazulják, és megmutatom nektek, hogyan raktam el amit vettem még, pótkereket. Úgy, hogy a bel magasságból ne lopjunk el semmit. Mert igazából, hogyha te, amit kapsz, pótkereket kapod, kapsz hozzá egy ilyet, érted? Ezek nem kellenek, mert fölmagasítanák neked a ízét, kevesebb lenne a helyed a csomagtartóba. Hát minek? Most őszintén. No, látod? Ugyanott van. Nem tudom, mennyire látszik. Tehát megmaradt a helyünk, hogyha úgy rakjuk el, ahogy én mondom. Nézd csak! Látod? Ott a helyén van. Na! Tehát kiszedjük. Hogy itt a kerék. Ennek a keréknek gyár szerint fordítva kéne lenni. És bele kéne csavarozni, oda tenni azt, ami ez alá, amit mutattam, azt a hengert. És ugye azt tartaná meg azt. De akkor sokkal magasabb lenne. Na most. Ide, ha te csak simán beteszed a kereket, lerögzítés nélkül, általában az autóba úgy közleként nem burunk föl, ugye? Se két, nem szokunk kétkerekezni, és nem felburunk, akkor ennek itt semmi baja nem lesz. Tehát, ezt adják 96 ezerért. Ezt a mankó kereket! Tehát meg azzal a két kütyüvel. Na most, okos vagy, akkor te mindent ide el tudsz rakodni. El tudod rakodni az első segédcuccot. Alája elfér neked a háromszöget. Melléje elfér neked a kompresszorod. Meg egyéb más. Tehát kompresszor is belefér ide melléje. Minden. A helyére, amit mondtam, ennek az emelőnek helyére bekerült az emelő. És nem csak az emelő, bekerült ide egy zöld mellény, bekerült ide egy teleszkópos kerék, kulcs, teleszkópos, ott az emelőbe van bugyolálva, minden ide kerül, azért miért van bebugyolálva, azért, hogy ne zörögjön, igaz? Na, minden ide befér. Tehát nem lett nagyon kisebb a belső térfogata a csomagtartódnak, ha így pakolod el. Na hát. Úgyhogy szuper. Most ha akármilyen van defekt, ugye? Akkor magadnak ki tudod cserélni. Ott az emelő, van tök jó kulcsod, ugye ez jó hosszú, jó nagy erőkar, meg tudod húzni, ugye? Alárakod az emelőt, kikészítetted ide a pótkereket, de elég mielőtted aláírod, rakod az emelőt, behúzod a kéziféket, meg sebességbe rakod az autót,
Aztán ezeket kicsit már meglazítod így, jó? És utána alá teszed az elem előtt, amikor meg van lazulva, szépen már le tudod könnyen tekerni. Leveszed ezt a lyukas kereket, berakod a mankót, akkor fölcsavarozod, kicsit meghúzod, aztán egy közepesen, aztán amikor ráengeded a súlyt, izé van, kézifék meg sebesség, ugye minden, akkor te erőteljesen azzal a nagy fékkarú kulccsal meg tudod ezt húzni. Na jó van, kiveszem. Tehát, egy ilyenre gondoljál. Hát ott. Az nehéz. Hopsz, lejött a vége. Ezt ki tudod így húzni, kérek? Ugye? Ez egy króm vanádium 17, 17-es és 19-es anyákra való. Ezek a csavarokra. Nézd meg. 19-es. Igaz? Komolyan nem látok ám semmit. Olyan a fény, hogy hihetetlen. Hát 13 fok van, bakker. Február. Február elején 13 fok. Na, ilyen jó idő van. Na jó van. Úgyhogy kiszedjem a nektek az emelőt is. Ez se Suzuki emelő ám. Mert a Suzuki emelő annyiba kerül, nem tudod megfizetni. Mert ugye gyárilag nem kap szám hozzá. Érted? Ez azt se tudom, milyen emelő. Nem is tudom, honnan van. 1000 éve. Te egy emelő. Érted? Tekerős. Tekerős emelő. Tekernikő. Aztán ez a része. Ez így megy föl. Felemelje az autót. Na hát, ezek oda-oda, még egyszer mondom, oda szépen, ide a helyébe, oda a helyére, szépen mély. Ez az egész kezem befér. Minden befér. Itt is minden befér, ahogy mondtam. Úgyhogy, meg másik, ide is tudsz alájá egy csomó mindent betenni. Olyan dolgot, mit tudom én, légkörmérőt, hogy a kerekedet, hány légkör van a kerékbe, oda betenni, meg minden. A bugyolálod, az nem zörög. Csak ennyit akartam nektek mondani. Ez százas. Ez meg. Négy kerék, úgy gumival így. 200. Azért olyan drága, mert ezen is intelligens szelepek, szelepsapkák vannak. Na, ami össze van köttetésbe a autószámítógépével. Csak ennyit akartam mondani. Na, remélem nektek is jó, februárotok van, úgyhogy csak ennyit akartam. Sziasztok! Ali!